Az anyaság egy gyönyörű, ám kihívásokkal teli szerep, különösen, hogyha valaki építi vagy fenntartja a karrierjét is. Hogyan lehet ezt a két dolgot egyensúlyban tartani? Milyen kihívásokkal szembesülnek az édesanyák, akik egyszerre szeretnének sikeres szakemberek is lenni? Ezekre a kérdésekre keressük ma a választ vendégeink történeteink keresztül, akik, ha bár különböző területeken mozognak, három dolog közös bennük. Dilaitosok, anyukák és mindannyian sikeres karriert tudhatnak maguk mögött. Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat a Deloitte Respect the Inclusion podcast sorozatának Momtalk epizódjában. Én Pap Dorina vagyok, és szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet, Demeter Estit, az Audit and Assurance üzletágunk partnerét, Miharecki Holka Borcsát, a Financial Advisory üzletágunk igazgatóját, valamint Pap Nórit, Talent Acquisition és Employer Branding Lead-et. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és bele is vágnánk akkor ebbe a beszélgetésbe. Így bemelegítőként azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mik szeretetek volna lenni kislányként. Nyilván mindenkinek vannak nagy álmai, és uh, igazából arra lennék kíváncsi, hogy volt-e bármi jel, hogy a mostani területeteken köttök ki, vagy teljesen más vonalon mozogtatok akkor még. Én szívesen kezdem a sort, én mikrobiológus szerettem volna lenni. Ezt hány évesen? Az általános iskolában és gimiben is még, még egészen addig, amíg el nem kezdtük tanulni a szerves kémiát, ahol elvesztettem a fonalat, addig én mikrobiológus akartam lenni. Aztán, hogy hogyan is kerültem ide, utána kellett racionalizálni az egyetemi jelentkezéseket, és hát ugye a közgazdaságtan volt az, ahonnan a legtöbb elágazási lehetőség származtatható volt, úgyhogy közgáz irányba mentem el, de nem bántam meg, mert az alapszemélyiségemből kifolyólag is nagyon könnyen és szeretek is kapcsolódni emberekhez. És ez is lett a szakmám igazából, hogy már több mint 13 éve emberekhez kapcsolódom és segítem az ő karrierjüket, úgyhogy szerintem ez egy jó, jó irányválasztás volt. Nekem nem voltak ilyen konkrét terveim, meg céljaim, sőt, én elég sokáig nem tudtam, hogy mi is szeretnék lenni, és inkább csak így mentem a flóval, a barátokkal, a közösséggel. <kül> Ha a gyerekkoromra gondolok vissza, akkor én a legtöbbet egyébként ilyen tanárosat játszottam, meg irodásat is, tehát mindig nyomkodtam az otthoni blokkos kis számológépet, gyűjtöttem az iratokat. Vaj, nem, nem megvan. Igen, az. igen az, az iroda végül is az, az összejött, úgyhogy ezt tudnám így kapcsolódási és a pontként. Igen, meg a számok is kapcsolódási pontként említeni, de hogy nekem azért így nagyon későn kristályosodott ki, hogy pontosan mit is szeretnék csinálni, és hogy hogy mivel tölteném így a felnőtt éveimet, úgyhogy nekem nem, nem volt annyira konkrét vágyám, mint a mikrobiológus. Én színpadi szereplő szerettem volna lenni. Körülbelül négy éves voltam, azt hiszem, amikor ezt az anyukámnak így mondtam, hogy jó, akkor én mama eldöntöttem, én színpadi szereplő leszek, és akkor mondta, hogy hát ez szuper, de hogy így mit értek ez alatt, mert ugye elég sok mindent lehet csinálni színpadon. Mondtam, hogy azt még nem tudom, de színpadi szereplő. Csak figyeljenek rá. Csak figyeljenek, igen, mindenképpen. Aztán utána egy kicsit akartam állatorvos lenni, de amikor megtudtam, hogy ott esetleg fel kell az állatokat, akkor ez elmúlt, szóval, szóval az is így átsuhan, És aztán megint is körülbelül, mint, mint te ezt így, így valahogy sod sodródott, meg sodort az élet, és aztán itt kötöttem ki hosszú évek után. Úgyhogy... Az anyuka szerepem, mikor kezdtetek el gondolkodni? Ez mindig is meg volt a fejetetbe, hogy egyszer majd szeretnék ö, gyereket, és egyébként mellette majd ö, menedzselni a karrieremet, vagy ez így közben jött nyilván, mert alakulnak ezek az érzések is az emberekben? én nagyon korán szerettem volna anyuka lenni. Tehát én arra emlékszem, hogy már egyetem alatt így azon törtem a fejem, hogy úristen, milyen jó lesz, hogyha lesz gyerekem. És aztán nem jött össze persze olyan korán, tehát így, már jóval egyetem után, már 30 év amikor a, a nagyobbik fiam megszületett. De én nagyon régóta szerettem. Szóval nekem valahogy így nem tudom, így, így az alap mindset része volt, hogy az olyan egyértelműség, hogy, hogy az embernek van gyereke, és persze közben történik egy csomó minden, de hogy a gyerek az úgy adott. Úgyhogy így nem volt ilyen rá, szemről legalábbis. Nem, nekem sem. Nekem is természetes volt. Sőt, én mindig nagyobb családban gondolkodtam hogy legalább két-három gyerek. Aztán végül viszonylag későn értem meg erre, vagy, vagy későn jött az életemben ez az élethelyzet, amikor ez összejött. Már nálam ugye másfél éves a kislányom, de nem bánom, mert, mert az azt megelőző éveket meg meg nagyon sok minden mással tudtam tölteni, azért én is sokat éltem az életemet, építettem a karrieremet, úgyhogy nekem így alakult, hogy, hogy végül így mostara jött össze a, flóra, de az, az nálam is alapfeltevés volt, hogy, 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 hogy gyerek az, 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 természetes, hogy van, és, és, úgy család a család. Én is csak kapcsolódni tudok az előttem szólókhoz, hogy nem, nem tudnám elképzelni az életemet gyermek nélkül, és hát úgy hozta az élet, hogy egy kicsit idősebb voltam már, amikor, vagy a mai hozzáállást, vagy a mai trendeket figyelve ez normálisnak tekinthető, de alapvetően, amikor még kisebb voltam, akkor egy korábbra datáltam volna azt, amikor én anyuka lehetek, de az élet másképp hozta, és egyáltalán nem baj ez, mert így akkor egy sokkal érettebb Nóri tudott anyukává válni. Nekem egy kisfiam van, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok érte az életnek, hogy megadatott ő. Ha már így említetted egyébként ezt, hogy, hogy a mostani értékrend szerint egy teljesen oké okay időben ö, ö, született meg a kisfiad, mi az, amit így láttok, hogy így a, az idő múlásával változik maga a gyereknevelési szerepekben, illetve munkahelyi szerepekben, hogy hogyan változott ez az idő során? Gondoljátok egyébként talán így anyukái, anyukáitoknak az idejére, hogy ott akkor mi volt így a módi, illetve hogy most mit láttok egyébként, hova alakult, fejlődött, nem fejlődött, változott? Hát változik szerintem. Tehát, hogy én szerintem egyre, egyre, azért szerintem mindnyájunknak az anyukája az még a, a, a sokáig otthon maradós volt, vagy nem tudom, nekünk legalábbis az volt, hogy anyukám otthon <laughs> volt velem hát nem is három éves koromig, de majdnem, és én nem jártam például bölcsödébe. Tehát az ilyen, meg így emlékszem, amikor én a, a nagyobbik fiamat bölcsödébe írattam, akkor az anyukám majdnem leszette a fejemet, hogy hát ne vicceljenek, a gyereknek rád van szüksége. És mondtam, hogy igen, de én is ott vagyok neki ettől még, és hogy nem feltétlenül. Ez. Szóval, hogy nála azért például más volt, úgy, hogy egyébként ő, ő programozó matematikusként dolgozott, tehát tökre olyan munkája volt, ami egyébként nem, tehát nem egy olyan, amiből az az ember kibeugrá, meg nem tudom, és, és ő mégis megcsinálta ezt. Nálunk, nem tudom, hogy nálatok hogy volt lányok, nálam mondjuk szóba se jött ezt, hogy három évig otthon legyek, de hát ahogy hallottam, még nem is akkora nálat például a kicsi, Igen, úgyhogy... Igen én is azt gondolom, hogy ez nagyon sokat változott, így a generációk között, ami szüleink azért még inkább abban a fellásban működtek, hogy apuka a család fenntartó, dolgozik, anyuka pedig otthon van, intézi a háztartás, neveli a gyerekeket, tehát ez volt a, a standard felállás azért nagyon sok ideig. Aztán ez így szerintem az idővel elkezdett így változni, és a nők egyre önállóbbak lettek, elkezdték ők is megvalósítani önmagukat, karriert építeni, a férfiak pedig sokkal jobban beleépülni a család életébe, tehát ez, ez szerintem kétoldalú ahhoz, hogy a, az anyuka ezt meg tudja tenni, ahhoz kell sok esetben azért a férfi is, hogy ő pedig ott legyen, és, és részt a, a család, vagy akár a háztartás teendőiből is, és ilyen szempontból a mostani szülők, vagy házas vagy házaspárok szerintem teljesen Más mindennapokat élnek, mint mondjuk a, mint a, mint a mi szüleink. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat változott, és azt is látom képzelni, hogy ez még tovább fog változni. Tehát ugye azért nem tudom, a skandináv országban már nagyon sok helyen a férfiak maradnak otthona a kicsikkel, és ez egy teljesen természetes dolog. Én itt Magyarországon még ezt így nem látom annyira megérni ezt a gondolatot, de elképzelhető, hogy, hogy nem tudom, 10-20 év múlva már ez is teljesen természetes lesz. Én egy nagyon modern példát láttam, ha bár Nádudvarról származom, az egy kisebb város, Kelet-Magyarországon, Hajdóbihar megyében. Az én anyukám két és fél éves voltam, amikor ő visszament dolgozni a bankba. Én bölcs is voltam. Utána rá nem sokkal megszületett a testvérem, köztünk négy és fél év van. Bele már otthon maradt három évig ugyan. Viszont, viszont utána visszament dolgozni, és mind a mellett, hogy ő végezte a munkáját, és ugye ott is kiteljesedett a, a dolgozó nő szerepben, otthon is maximálisan ellátta az anya szerepet is, és emellett édesapám pedig vállalkozó, úgyhogy biztosította azt az infrastruktúrát, azt a hátországot, ami pedig ahhoz szükséges, hogy ugye a férfi, aki keresi a pénzt a hagyományos felfogás szerint, hogy ő is ki tudjon teljesedni a, a, a vállalkozásában a lehető legsikeresebb módon, Ilyen szempontból ez egy nagyon jó minta volt nekem, amit így elhoztam. Én azt a következtetést vontam le, hogy vagyunk, akik vagyunk, és nagyon sok szerepben, nagyon sok szerep jut, egy nőnek több szerep jut, tehát vagyunk mi magunk, vagyunk dolgozónők, vagyunk anyukák, vagyunk háztartást vezetők, vagyunk társak, feleségek, partnerek, és ugye igyekszünk minden szerepkörben jól teljesíteni, vagy magunkhoz képest a lehető legjobban. Az anyuka is egy, egy szerep ebből, és így mindenkinek meg kell találni azt az egyensúlyt, ami saját magának a, a, a biztosítja azokat a keretfeltételeket, hogy tudjon töltődni innen-onnan, hogy, hogy a lehető legjobbat tudja kihozni az összes szerepből. És a, én is ugye bölcsödébe adtam a kisfiam, az én kisfiam most októberben lesz három éves, a, a, a és január óta dolgozok a, 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 a Dilaitnál, akkor ő két éves és három hónapos volt, nem mondom, hogy mindenki kirobbanó lelkesedéssel fogadta a környezetemben azt, hogy, hogy ő bölcs is lesz, viszont én, én magamon érzem azt, hogy én sokkal teljesebb, türelmesebb és jobb anyukája tudok lenni azáltal, hogy, hogy mint dolgozónő is tudom a, a szerepemet végezni, vagy hogy fogalmazzam, tehát ez is az életemnek a része, az anyaság is az életemnek a része, egy nagyon meghatározó és nagyon fontos része, amit imádok, és tényleg nem cserélnék el semmiért sem de ahhoz, hogy ott jó legyek, nekem, nekem például szükségem van arra, hogy, hogy, hogy így a, a, a munkából is kapjak egy bizonyos töltődést, hogy így fogalmaztam, de lehet ezért meg fognak majd kövezni. Nem, én, én, én biztosan, biztosan nem. nem. <laughs> szerintem ez nem az a aki meg fog ezért Nem, nem azt akartam mondani, mintha a gyermekem nem töltene engem, ő is tölt, teljesen más. más de le is hív, tehát azért legyünk szintén hát Borzasztó sok energiát vesznek igen. el azért a legnagyobb boldogságban, meg örömben, de hogy én szerintem nem voltam fáradtabb, mint az első egy évben a kislányom mellett, pedig azért az auditon mi is dolgoztunk elég sokat, jó sokáig. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy tényleg kihívásokkal teli, és kell, kell, hogy kicsit kiszakadj belőle, és, és így máshogy is tudjál töltődni meg, hogy így visszaszocializálódj a társadalomba, és ne ne feltétlen csak egy szerepben ragadj meg. Bizony, bizony, mert meg lehet ezt porcukrozni nagyon, hogy az anyaság ilyen, meg olyan, de egyébként egy ilyen nagyon zárt világ, és uh, úgy izolálva vagyunk uh, egy, 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 kis, egy kis boxban, és hogyha egy nagyobb, nagyobb dobozból mentünk a kisebb dobozba, akkor egy idő után az lehet, hogy egy kicsit kényelmetlen lesz. Hát meg monoton is tud lenni szerintem rendkívül, tehát ezért főleg egy picivel, akinek nagyon tényleg tartani kellene a napi rendjét, odafigyelni, mindig ugyanazokat a köröket járult, akkor nagy esemény, hogyha a párban éppen nem tudom, a akciós, és nem a krumpli, meg ilyen. de én komolyan mondom, tehát hogy nekem volt az első kicsinél ilyen, hogy, hogy már ennek örültem. Volt a fő impulzus. Igen, hogy nem, nem a párban, megyek, hanem az Aldiba, hú, hú, Na mindegy, szóval, hogy, hogy itt tökre értem, Nóri, amit mondasz, és egyébként nálam például ugyan, ugyanez van, és a, én az első kisfiamnál nagyon szenvedtem attól azért. Től, hogy, hogy otthon vagyok, és hiányzik valami, és tökre hiányzom magamnak abban a minőségemben, ami még az anyaság előtt voltam, és hogy így én ettől nagyon rosszul éreztem magam, és aztán persze, amikor visszamentem dolgozni, és beállt úgy az élet, akkor rájöttem, hogy igazából ezek ilyen, tehát hogy ez, ez egy átmeneti időszak, meg hogy folyamatosan, ráadásul ugye iszonyú gyorsan nőnek, megváltoznak a gyerekek, amit persze az ember mondjuk pont délután négy és hat között nem érez, hogy mm. hogy telik az időt, mondjuk hónapról hónapra meg egyszer csak erről és hogy ezért én a másodiknál, a kicsinél ott már nagyon tudatosan voltam azzal, hogy, hogy tudom, hogy nekem kell az, és pont amit ti mondtok, hogy a gyerek mellett töltődöm a, a munkához, a munkában töltődöm a gyerekhez, és akkor ez így tök, tök szépen kiadja az egyensúlyt, úgyhogy, úgyhogy szerintem senki nem kövez meg. Biztos vagyok benne, hogy nem. És említettétek mindannyian egyébként ezeket a szerepeket, hogy különböző szerepekben vagytok az életeite, életeitek során, és nyilván egyikből tanultak olyan skilleket, amit a másikban tudtak hasznosítani. Ö, nyilván mindannyian szültetek, el kellett, vagy elmentetek valamennyi időre szülési szabadságra, és mikor visszatértetek a munkába, mik voltak azok a dolgok, amiket jól tudtatok hasznosítani az anyai szerepetekből, a karrieretekben? Hogyan befolyásolta az anyai minőségeteket, magát a karriereteket? Van, amik valahogy másra került a fókusz, ilyen vagyok kíváncsi, vagy másak lettek így a, mondjuk, hogyha van ő, csapat alattatok, akkor más lett a velük való viszonyatok, más lett így a, az egész átfogó kép, amit néztek most így a karrieretek kapcsán? Hát nekem nem ilyen jellegű dolog, nekem a, én azt mondom, hogy nekem a time managementem lett olyan, ami, és egyébként ez nagyon vicces, mert amikor én még 14-ben itt kezdtem a deloitte és akkor még, a, még, akkor advisory voltunk, és a Bíró Balázsal dolgoztunk együtt, akkor ő mondta azt is teljesen igazából, hogy senkinek nincs olyan time management -ja, mint a kisgyerekes anyukáknak. Szóval, hogy ő kifejezetten szeret kisgyerekes anyukákkal dolgozni, pont ezért, és hogy ez tényleg így van, hogy én nem tudom, hogy nányok nálatok, hogy van, de hogy így tehát, hogy eszméletlen módon megtanultam például zsonglőrködni azzal, hogy akkor a feladatokat hogyan pörgetem. Tehát itt nincsen Facebook scrollozgatás, meg nem tudom, meg lámlógatás, nem történnek a dolgok. De ezt meg nem tudom, nem tudom, hogy nektek volt ilyen, hogy lágyabbak, én nem. Nem, tehát, hogy... nem, én is azt gondolom, hogy inkább így ráerősítettek dolgok, vagy meg, megerősített abban, hogy, 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 hogy hasonló egyébként szerintem tényleg, ahogy a főleg a csapatainkkal bánunk vagy viszonyulunk meg az, az anya-gyermek kapcsolat, még hogyha az egyik gyermek a másik felnőtt, de attól még ugyanúgy vezetőként sokszor szerintem nagyon sok az átfedés, hogy, hogy hogyan motiválod, hogy elérd azt, hogy azt csinálja, amit, amit te szeretnél, hogy hogyan kell hozzá szólni, hogy hogyan kell megvigasztani, hogyha a éppen rossz, szükségletek rossz, rossz, szükségletek rossz, ugyanazok. rossz napja van. <laughs> Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok az átfedés, és nagyon sokat lehet az egyik szerepből a másikba tanulni, meg átvinni. Nem csak az anya üzemmódból a munkába, hanem nekem, mivel előbb volt a munka, és utána az anyaság, meg legtöbbünknek, inkább sokszor inkább, a, amit a munkában tapasztaltam, vagy, vagy megtanultam, azt tudtam beépíteni akár ebbe az anya-gyermek szerepbe is, mind a projektmenedzsmentet, tényleg, hogy a gyereknek a napirendjét, azt hogyan tartsuk, és minden más, hogyan intézek el mellette mind ezeket a motivációs, kommunikációs készségeket, ami mondjuk nálam, mivel még pici a flóra, szerintem még később lesz inkább releváns, mert most még csinálja, amit csinál, de az, hogy következetes legyek, hogy azért elmondjam, hogy mi miért fog történni, hogy amikor azt mondom, hogy vége van, vagy nincs tovább, vagy mit csináljunk, akkor azt a számon kérjem rajta. Ezek azért visszaköszönnek a, a munkában és a mindennapi életben, hogy, hogy, hogy delegálsz, hogy elmondod az elvárásodat, hogy utána számon kérsz, és ez utána visszajelzést adsz. Nyilván másképpen nem ülök le egy coaching és a kislányommal, de hogy azért bizonyos részei ott is ugyanúgy visszaköszönnek. Nekem, ami kicsit talán másabb a munkában, de sem <coughs> inkább új újdonság, hogy a prioritások azért nyilván áthelyeződtek. Tehát anyaként legalábbis számomra az elsődleges azért a, a, a gyermek és, és az ő rendben léte, meg, meg hogy az ő igényei úgy rendben legyenek, és hogyha van egy nem tudom, határidő, vagy akármi, akkor azért a prioritások néha fel tudnak borulni. Ami régen, mondjuk az volt az én fejemben, hogy ezt már pedig mindenáron ma rögtön meg kell csinálni, és ennek eleget kell tenni. Az, hogyha most éppen pár van áll a kislányomnak valami szükségletével, beteg, és ott kell lennem mellette, akkor ezek a prioritások át tudnak rendeződni, és segített abban, hogy, hogy van van megoldás, meg lehet azért kicsit rugalmasabban kezelni, és ezzel nem azt mondom, hogy az ügyféligények mondjuk nem fontosak, vagy akár milyen határidő, hanem hogy, 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 tényleg priorizálni kell megfelelően, és, és megoldásokat találni, és mindent meg lehet beszélni ügyfelekkel is, hogy most az nem ma lesz kész, hanem akkor holnap, csak kommunikáció kérdése. Tehát nekem inkább ez, ami talán így bejött pluszként ezzel az új szerepkörrel. Én már csak összefoglalnék, mert annyi minden elhangzott, hogy nem igazán tudnék újat hozzátenni. Tehát igen, a time management, a priorizálás képessége, a probléma megoldó képesség, és az, hogy mit nevezünk problémának. Tehát, hogy mi az igazi probléma. Ez ez, ez ahogy az embernek lesz egy gyermeke, így teljesen átírja a programkódokat az agyban. igen. Voltak már erre utaló ö, megjegyzéseitek összességében, de vannak olyan ö, negatív címkék, amit szoktak mondani egyébként munkahelyen anyukákra. Mint például, hogy kevesebb ambícióval rendelkeznek, amiatt már, hogy egyébként nekik a gyerekük az első, sokat hiányoznak, nem képesek hatékonyan dolgozni, ö, már erről egyébként részben kifejtettétek a véleményeteket, hogy konkrétan ez nincs így, és hogy miért nincs így. Ö, ti találkoztatok egyébként ilyen negatív dolgokkal a, a karrieretek során? Hát én az előző munkahelyemen, igen, nem itt, hanem az előző munkahelyemen, még az, az előző gyerekkel az előző munkahelyemen, ott ott igen. Tehát, hogy ott, ott konkrétan az volt, hogy amikor én ö, jeleztem, hogy majd lassan szeretnék visszamenni arra, nem az volt a válasz, hogy jó-jó, akkor majd megbeszéljük, meg kitaláljuk, hanem így közölték, hogy oké, okay, hát most augusztus van, akkor októberben tudnál kezdeni 8 órában, és így. Ez, ez volt az ajánlat, és akkor mondtam, hogy hát ez egy picit korai, meg én így azt gondoltam, hogy kicsit később, meg nem is feltétlenül teljes munkaidőben, meg nem tudom, és akkor mondták, hogy hát akkor viszont nem. Tehát akkor döntsd el, hogy mi a fontos, mert hogy nekünk itt egy teljes emberre van szükségünk, és nem tudom, és ők ilyen rendkívül rugalmatlanok voltak ebben, úgyhogy ott, ott ez rossz volt. Itt hála Istennek pont az ellenkezői tapasztaltam, tehát hogy ez... Ez itt jó, de, de az elég szar volt egyébként, igen, amikor, amikor így azt azt mondják, hogy hát akkor... És akkor persze ilyenkor jön az, hogy harapod le valamelyik kezedet, hogy akkor mi legyen meg, akkor hogyan tudod ezt kilogisztikázni, úgyhogy aztán nem is voltam már ott olyan sokáig. De igen, szóval ott például ez volt a sztereotípia, hogyha, hogyha gyereked van, főleg, hogyha esetleg részmunkaidőben vagy, akkor biztos, hogy a napot lopod egyébként, vagy nem tudom. És aztán így próbáltam veszekedni, hogy na de hát könyörgöm, van, aki dohányzik, és kiárnak, nem <laughs> tudom, óránként kétszer, és van, akinek nem tudom, milyen hobbija van, vagy sportol, vagy Szóval, hogy miért, miért kell ezt ennyire máshogy megítélni, de, de ők eléggé rigorózusak voltak ebben. Uh -huh. De én itt nem találkoztam ilyennel. Itt én sem. Itt uh, inkább a <coughs> szuper rugalmassága jellemző, meg én csak pozitív példákat tudok felhozni, hogy korábbi csapataimban is voltak visszatérő kismamák, és uh, rendkívüli hatékonysággal végezték a munkájukat, még hogyha hat órában voltak akkor is. Uh -huh. Tehát egyszerűen nem volt rá panasz. Uh -huh. És pont azért, mert... Uh, amit már elmondtunk, hogy a, mind, mind, mind oda-vissza mindkét irányba megy a töltés, letöltés, feltöltés. Tehát, hogy ez, ez, szükségünk van erre. Tehát, hogy mindenkinek jó, hogyha, hogyha mi itt tudunk lenni és tudunk dolgozni. Úgyhogy én, én, én csak, csak pozitív példákat tudok erre felhozni. Én is csak megerősíteni tudom, nem is akarom nagyon szaporítani a szót, mert lassan úgy hangzik, mint egy ilyen fizetett hirdetés <laughs> nyomnánk, de én nekem is a, a, a személyes tapasztalatom, tehát amikor én elmentem szülési szabadságra, meg ahogy visszatértem én maximális rugalmasságot kaptam a Gábortól és a Balástól is, hogy akkor mikor szeretnék visszajönni, mennyi időben, mit szeretnék visszavenni a korábbi feladataimból, felelősségeimből, milyen mértékben, otthonról szeretnék, irodában szeretnék, mennyi időt, tehát abszolút partnerként kezeltek ebben is, és és közösen alakítottuk ki, hogy, hogy az, az egy működőképes megoldás legyen, meg amitől én tényleg jól érzem magam, mert szerintem az elején, főleg amikor visszatér egy, egy kismama, akkor így a lelki biztonság, meg stabilitás azért nagyon fontos, hogy, hogy ne egy ilyen nyomás alatt érjen vissza, ne egy ilyen óriási elvárásokkal teli közegbe, hanem egy ilyen egy ilyen közös megállapodáson, és közösen kialakított ö, ö, formában, és ez nekem óriási terhet vett le a, a, a vállamról, hogy így, így álltak hozzám. Már pont Eszti belekezdett egyébként ebbe a témába, de ö, Borcsa, Nóri, nektek hogyan támogatta egyébként a dilait az anyai minőségeteket, vagy mi az, amiket így megéltek a mindennapokban? Ezeket is érintettük már, de hogyha így összefoglaljátok. Én egyébként 8 órában, bocsánat, <coughs> jöttem vissza januárban, viszont viszont nagyon nagy fokú rugalmasságot kaptam. Tehát ma már nem azt tekintjük dolgozó embernek, aki a munkahelyi székén, a munkahelyi asztala előtt, a munkahelyi gép előtt ül, és, és, és hogyha nem ott ül, akkor biztos, hogy nem dolgozik. Azért ezen a Covid is nagyon sokat segített, hogy ne ez legyen az alapfelfogás hanem vannak okos eszközeink, amik bárhonnan elérhetőek a rendszereink az okos eszközökről, tehát hogy nem, nem csak akkor dolgozol, amikor itt vagy. És pont ez ez is hozzásegít a hozni, tehát az infrastruktúra, amit a cég biztosít, az eszközök, amikkel el tudod végezni a munkádat, a rugalmas hozzáállás, hogy hogy azt a, a, azt a gyermeket el kell hozni az intézményből, tehát hogy nem, nem maradhatod, tehát oda kell menni időre, és utána otthonról még bármit is meg csinálni mellette is, akár két feladat között, vagy vagy helyett, és, és ez teljesen el van fogadva nálunk, hogy ez így, ez így működik, és lehetséges, hogy működjön, és egyébként működik is. Hát én nagyon, tehát én nagyon korán jöttem vissza egyébként a, a második kicsi után, ő, ő egyébként így pont holnap lesz 14 hónapos, úgyhogy még nagyon minimanó, és 7 hónapos volt, amikor én visszajöttem úgy, hogy 16 órában, tehát heti, nem napi, heti 16 ezt azért többen megkérdezték már, <laughs> napi 16 órát, hogy milyen rendes a diloid? Nem, szóval heti 16 órában jöttem vissza januártól, és úgy, hogy ez heti 16 óra az kötetlen és otthonról, és Tök jó volt, és tökre működött, és egyébként persze volt nyilván most nem mondom, hogy nem voltak nehezebb pillanatok, mert ráadásul nekem ugye az is volt, hogy, hogy ezért mondjuk direktorként nehezen raknak engem belső tászkokra, tehát kénytelen voltam, meg egyébként szerettem volna is úgy projekten dolgozni, és akkor azért ez, ez így nagyon érdekes volt, hogy azt hogyan tudjuk összelegózni, hogy, hogy ez működjön nem mindig volt könnyű, de szerintem összehoztuk, és ez, ez szóval tök rugalmasak voltak a kollégák is, meg ilyen nagyon normálisan, meg nagyon támogatóan álltak hozzá ehhez az egészhez, meg, meg, a partnerek is nálunk, szóval, hogy ez így tökre működött, és akkor igazából én így néha jobb, tehát alapvetően én otthonról vagyok, de néha jobb bejönni azért az irodába, mert, mert azért itt nyugodtabban tudok dolgozni, meg jobban koncentrálni tudok a munkára, mint otthon, amikor mondjuk a szomszéd szobába hallom, hogy a baba ott a anyukámmal, vagy a babysitterrel mit művel, Szétbontják a nappalit. De szóval, Olino, all all szerintem itt nagyon támogatóak nekem, azon kívül, hogy persze megvannak a a hivatalos, nem tudom, eszközök, meg ugye ez a Perfect Parental Leave program, ami, aminek vannak bizonyos elemei, ezen felül is szerintem az emberi tényező az iszonyosokat számít, és nem tudom, de ahogy hallottam, ti is úgy tapasztaltátok, nálunk mindenképpen az van, hogy ilyen tök támogatóak, és teljesen mindenki ilyen Abszolút. és a bizalom, ami, ami szintén Igen. egy ilyen alapfeltétel, alap meg alapszükséglet, hogy meg legyen a bizalom a vezetőbeosztott <coughs> között, ez, ez itt tapasztalható. Van még olyan gondolat bennetek, ami így, amit szerintetek még támogatóbbá lehet tenni egy munkahelyi kultúrát az anyák számára? Ami mondjuk itt nem valósul meg, de így el tudnátok képzelni, hogy... Dirói oh, még... bölcsi. Ó, uh, gondoltam. Gondoltam. gondoltam, már. De. Vagy babamama szoba. Igen, vagy egy babamama szoba. Egy korábbi munkahelyemben volt volt babamama szoba, és egészen pici babákat is be lehetett vinni. Igen. Voltak játékok, Nekem vagy pap... játszósarok. Nekem az egyik uh barátném, aki külföldön él és ott dolgozik, náluk pedig ilyen szoptatási idők vannak, hogy a, a, nem tudom az első X időszakban, amíg mondjuk, korábban visszatér valaki a munkába, de még szoptatja a kis akkor meg tudja oldani úgy, hogy akkor hazamegy és ott, vagy akár a babát beviszi, nem tudom, hogy milyen infrastruktúra van mögötte, csak nekem ez például nagyon újdonság volt, hogy, hogy ilyen létezik. Mondjuk külföldön, én. Én nem is maradhatsz otthon három évig, csak van, ilyen 4-6-12 hónapig maximum. Sokszor, igen fennáll ez a helyzet, de én is a bocsára csatlakoznék rá, hogy a, a gyermekfelügyelet nagyon sokszor nagyon nagy terhet ö, levenne, vagy levesz a, a, a vállunkról, így mindenki van by van oldja meg, nagy szülőkkel, babysitterrel, családon belül, bölcsivel, így amúgy, és ez azért logisztikai feladat szerintem mindannyiunknak. Én, egy projekt. A Igen, a logisztika is tökre nem hogy mennyiben egyszerűbb lenne, csak itt szépen be, bemegyünk dolgozni. Igen. Oda, én ide, aztán összegyűlünk, amikor hazatáhozunk. Milyen változásokat szeretnétek látni a jövőben, így az anyaság és a karrier egyensúlyában? Tehát akár most itt a jövő anyukáira gondolva, hogy hogy ők hogyan ö, választák meg egyébként, mert nyilván már nem kell választani egyébként anyaság és karrier között, ö, de hogy ehhez van-e valamilyen olyan gondolatotok, ami így bennetek van? Hát nekem ehhez ez a gondolatom, amire szerintem ti is fogtok egyébként csatlakozni, hogy így tök nem szégyen segítséget kérni. Tehát, hogy az, hogy hogy igenis, hogy, igenis, hogy ez nehéz, ez talán ezt itt te mondtad ki itt az első, nem tudom, pár gondolatnál, hogy, hogy imádod, de nehéz, és hogy szerintem ezzel minden anyuka így van, hogyha ha őszintén akar, akar az anyaságról beszélni, hogy mindannyian tökre szeretjük, nagyon szeretjük nyilván a gyerekeket, meg, meg szeretjük az anyaságot, de hogy nehéz, és az, és az is nehéz, hogyha az ember szeretne több szerepben lenni, úgyhogy nekem az egy nagy tanulság volt, és itt persze tök jó a két gyerek, mert egy csomó mindent lehet tanulni az elsőből, hogy merjek segítséget kérni, és hogy egyáltalán nem szégyen, hogyha jön a takarítónő, vagy hogyha besegít az anyukám, vagy a szomszédnéni, vagy a babysitter, vagy nagy Isten egy gyerek édesapukája. Tehát, hogy azért ezek szóval, hogy nem kell mindent egyedül vinni, és hogy nem, nem attól lesz szerintem valaki így boldog, vagy jó anya, hogy mindent, minden terhet magára vállal, hanem, hanem attól, hogy ő jól érzi magát a bőrében, és úgy szerintem ehhez hozzá hozzátartozik az is, hogy, hogy kiépíti magának azt a támogató közeget, meg azt az ilyen hálózatot, akikhez tud fordulni. És, és egyébként én azt láttam, hogy ez kezd egyre elfogadottabb lenni már itthon is, de szerintem ez fontos, hogy, hogy ez úgy mindenkinek a fejében rendben legyen, hogy nem szégyen. Nem kell Régen volt ez a mondás, hogy egy falu kell ahhoz, hogy egy gyerek és felnevelődjön. Hát. Továbbra is egy falu kell hozzá, csak most már nincs itt az a falu, tehát megváltozott a világ. Sokan nem ott élünk, ahol felnőttünk, a szülők messze vannak, vagy, vagy nem tudnak segíteni, vagy, vagy másképp szeretnék élni az életüket, az idejüket beosztva. Egyéb akadályok közbe jöhetnek, és akkor keresni kell alternatív megoldásokat. Ez valóban nem egy van vanmensú, meg egyébként szerintem a gyermeknek sem jó, hogyha ezt egy van vanmensúban fölvált és nem, nem is biztos, hogy kendőzetlenül ő abban boldog, de mondjuk nem mondja ki, és szerintem erről is lehetne jóval sokkal többet beszélni, hogy, hogy ne legyenek depressziósak az anyukák, vagy rejtett depressziósak, mert nagyon sok van sajnos belőlük. Meg kell találni mindenkinek azt az egyensúlyt, hogy hogy érzi jól magát, és hogyha ő jól érzi magát, akkor ez egy nagyon elcsépelt mondat, de szerintem annyira igaz, hogy boldog anya, boldog baba, így tudunk adni, egy, egy, egy tele pohárból tudunk tölteni egy másik pohárba, mert annak a gyereknek nekünk, illetve a körülvevő infrastruktúrájának mindent meg kell adni, meg kell tanítani, élni, beszélni, mozogni, mindenre az életben, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha mi is a lehető legteljesebb életet tudjuk élni. Én is csak ráerősítenék tényleg két mondatban, hogy én azt gondolom, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy neki jó, és ami őt boldogá teszi, és ne a társadalmi elvárásoknak próbáljon megfelelni. Ne legyen az gond, hogyha Borcsa bölcsibe szeretné adni a gyermekét, vagy hogy fél év után, vagy hét hónap után visszajön part dolgozni, és ne legyen az se gond, hogyha valaki pedig három évig otthon szeretne maradni a kisgyermekkel, mert ő abban teljesedik ki, vagy megtalál egy olyan életérzést, amit ő minél tovább szeretne élvezni, akkor, akkor emiatt ne legyen bélyeg senki. Tehát, hogy ez legyen, legyen mindenkinek a saját döntése, és azt tartsuk tiszteletben, hogy mindenki úgy csinálhassa, hogy, ahogy őt boldoggá teszi, és ahogy neki kényelmes, mert, mert most azt gondolom, hogy régen tényleg ez volt az általános, hogy, hogy a gyereknek az anya mellett a helye, és maradj vele otthon minél tovább, meg, meg mindenféle háztartásbeli dolgot az anya csináljon. Most már egyre gyakoribb, hogy azért Korábban visszamennek a, a nők dolgozni. Házhoz jön a bevásárlás. <laughs> <jön. gül> az, <laughs> <nagyon jó>, az, <laughs> az nagyon jó, az, <gül> az <gül> nagyon jó. Az még gyerek nélkül is nagyon jó. Amit tudunk autószorunk. azt gondolom, hogy sokat változott, csak hogy emiatt ne ide kezden senki a másik felett, Valaki így csinálja, valaki úgy csinálja, és mindenhogy jó. Az a lényeg, hogy az az anyuka éppen jól érezze magát a bőrében, meg abban a felállásban. És ugye még egy dolgot nem mondtunk, hogy azért itt egy óriási faktor a gyermek is, tehát hogy az neki mire van szüksége, ő neki mi a jó. Na mert ugye van az, amikor az anyuka nagyon szeretne visszamenni, de a gyermek még nem kész arra, hogy közösségbe menjen, vagy van az, amikor már nagyon hamar kész, hogy közösségbe menjen, és azt meg fel kell ismerni az anyukának, aki esetlegesen szívesebben maradna még otthon, hogy a gyereknek bizony jobb egy közösségben szocializálódni, mert sokkal jobban fog tudni ő is ott működni, megtanulni. Van esetleg utolsó tippetek és tanácsotok annak, aki mondjuk pont most ö, szeretne visszavenni dolgozni ö, első gyerkőc mellől, vagy akár most gondolkozik azon, hogy a karrieréből gyereket vállaljon, karrieréből kilép egy picit gyereket vállaljon? Mint toborzásból jövő <laughs> szakmabeli, én, én így azt, azt javasolnám, hogy ami, ami jól esik. Tehát, hogy így a szerepek nem akadályozzák, hanem kiegészítik egymást. Ez egy nagy integráció. És hogyha, hogyha ő szeretne szülni, szüljön, ha szeretne visszajönni, jöjjön vissza, ha, ha szeretne karriert építeni, lehet az gyerek mellett is, ki kell találni a megoldást, meg, meg, tényleg az infrastruktúrát, így nagyon elcsépeltük ezt a szót, de hogy tényleg ki kell alakítani a, a keretrendszereket, és minden Bent meg lehet oldani. Igen, én sem tudok nagyon más mondani, mint eddig, hogy mindenki úgy csinálja, hogy, ahogy neki jó. Nekem, ami még személy szerint Sokat segített, hogy én nagyon tudatosan készültem, amikor teherbe estem, hogy mikor fogok elmenni, milyen feladatomat ki fogja átvenni, és az nekem adott egy óriási lelki nyugalmat, hogy látom, hogy mi fog történni. És amint elmentem, már azt is tudtam, hogy nagyjából mikor fogok visszajönni, milyen időzítésben, hány százalékban, milyen feladatomat venném vissza, ezekről beszélgettem folyamatosan. A a Gáborral, és, és, nekem ez megnyugvást adott, hogy, hogy így láttam a következő fél egy évet, hogy, hogy nagyjából mi vár rám, és, és így nyugodtan tudtam elmenni is, meg, meg, visszajönni is, nem pedig egy ilyen váratlan helyzetbe csöppentem. Szóval nekem ez sokat segített, de én, én ilyen személyiség is vagyok, hogy, hogy én szeretem a kiszámítható dolgokat, meg szeretek előre tervezni, úgyhogy nekem, nekem ez, ez segített sokat. <kül> Egy teljesen mert, tehát ezen tök sokat gondolkodtam, a, a, amikor már ugye felmerült ez az egész podcast, hogy így mit, mit lehetne üzenni így a következő anyukáknak, meg nem tudom, hogy, hogy nekem egyébként tök sokat segít ez a mindennapokban, és szintén egyébként nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, hogy azt a készséget elsajátítsam, hogyha valamiben vagyok, akkor százszerzelékig ott legyek. Tehát amikor én a kicsivel vagyok, akkor én százszerzelékig az ő anyukája vagyok, tehát akkor, akkor, nagyon tudatosan állítom le az agyamat, ami pörög azon, hogy ú, még azt is össze kell írnom, és jaj, szólnom kell az izének, hogy csinálja meg ezt, meg úristen, még az is ott van, meg azt az imént, meg az autofofiz, meg a... Tehát, hogy ezeket a gondolatokat így, így megtanultam levágni, és amikor bele vagyok, akkor tényleg, hogy ő is azt érezze, hogy akkor igenis, hogy az övé vagyok, és, és tényleg csak rá figyelek, mert csak együtt vagyunk. És ugyanez a munkában is, ami szintén nagyon nehéz, ugye, hogy ne, ne azon járjon mondjuk az agyam, például most, ahogy itt ülünk, hogy fúha, hát mindjárt die van, vajon anyukámnak eszébe jut-e, hogy azt az ételt adja neki, ami kikészített. Belázasodott az oltástól, üzné, vagy, amit ma igen, kapott. Igen, ma oltást kapott, akkor Úr Isten, vajon, és belázasod, igen, de hogy anyukám megtalálja a lázcsillapítót, vagy nem. Szóval, hogy, hogy ezeket a gondolatokat így, így leállít Tenni, és tudjátok, ez, a, ez, a, ez, az, ez az ott lenni abban a helyzetben, abban a pillanatban az nekem nagyon nehéz volt megtanulni, de iszonyú sokat segített így a mindennapokban, meg abban, hogy ezt minél kevésbé stresszesen toljuk. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést és a bizalmatokat is. Szerintem sokaknak lehet ez inspiráló, illetve kapaszkodó is a mindennapokban. Nekem biztosan az lesz majd így a jövőre, nézve. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. A nézők és hallgatók figyelmét is köszönöm, ez volt a DILAIT Respect and the Inclusion podcastjának MomTab című epizódja, kövessétek továbbra is a DILAIT social felületeit, ugyanis ott értesülhetek majd a további adásokról. Sziasztok!